Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, ez egy rövid blogbejegyzés lenne, hogy mi az, ami változik a csatornán, és miért van most mindig csak nyomtatós videó. Jelenleg elég sok mindenen dolgozom, és mivel semmivel sem vagyok még kész, egy videó sem lesz még egyelőre semmiből, de egy ilyen rövid áttekintés most mutatnék, hogy mi az, ami jelenleg folyamatban lévő projekt. Elsőként maga a 3D nyomtatás, amely jelenleg is éppen próbálkozik felfűteni magát nyomtatóval egy nyomtatáshoz, ami ehhez lesz szükséges, ezek a darabok itt, a 3D szkennernek a darabjai, amiről már egyszer volt szó, azonban most már nagyjából minden alkatrészt megérkezett hozzá, úgyhogy szépen épülni fog. Ez pedig, mint látjátok már Facebookon, volt róla kép még nagyon-nagyon régen. Na, épülget szépen a tavaly DCM-re szánt gépem. Hát ez sajnos tavaly bukta volt, mivel dolgoznom kellett és egyéb elfoglaltságaim voltak, ezért hát ezt most így hanyagoltam, viszont most újult erővel, újult ötlettel fog nekiállni. Még egy apró projekt. Öcsém keresett meg azzal, neki is van egy csatornája, Bolli BMX a neve, azt hiszem, majd lelinkelem, hogy ezt a pegvédőt, tehát ez a kis kiálló vatat, tudod, amin csúszkálnak a BMX-esek, ezt a pegvédőt meg lehet-e valósítani 3D nyomtatással. Azt fogom tesztelni vele, tehát egy ilyen kis kísérlet lesz, amiről lesz majd videó is minden, hogy a különböző nyomtatási irányot, tehát hogy fektetve állítva nyomtatom, tehát más réteg vastagsággal, más szálirányjal, ha úgy tetszik, mennyiben befolyásolják az anyag erősségét, ABS-ből fogom nyomtatni, sokat nem fog bírni, csupán leszek kíváncsi, hogy melyik verzió bírja legtovább, illetve még egyszer sem nyomtattam teljesen 100%-osan kitöltött darabokat, úgyhogy ez lesz majd az első. Mivel már láthatok, volt 28 órás nyomtatásom is, úgyhogy most már szépen lassan kezd alakulni. Itt van még a Trabant is, amit jelenleg kimostam az eredeti festékéből, sajnos egy picikét, hogyan mondjam, gyenge lett a festése, úgyhogy ezt egy kicsit most visszamostam, és talán majd legközelebb jobb lesz, és normális le lesz festve. Egyébként ezért csináltam ezt a fényezőkamrát is, mivel kell valami, ahol lesz lefesthetem, spray festékkel. Itt van még egy lámpa, amit javítanom kéne. Itt van a távegység, amit ugye elrontottam, de lassan lesz bele egy trafó, és meg lesz csinálva. Ezen emel felül még mosatom szél a kedves nyertesnek a gyereményét. Innen is köszönjük szépen. Na mindegy. Ezen felül építgetek egy kis LED lámpát, LED panelt, ami sajnálatos módon hát sikerült tönkretennem, tehát ilyen az elektronika. Véletlenül rossz tápfeszülőséget sikerült ráadnom, amitől megkent, úgyhogy a következő 50 darab ledet nem fogom elcseszni, és ebből lesznek majd a LED lámpáim, viszont kell egy erősebb meghajtó áramkör, mint ez a kis LM319-es feszültségszabályzó. Ja igen, erről is lesz majd egy videó, ez a Multipass az 5. elemből, ezt is megcsinálom, itt van némi szervó és egyéb apróság. Emellett még bevásároltam a Bolha piacon is, ezt nézzétek, micsoda Arcade kontroller sikerült összeszednem, kemény 500 forintért. Csak a gombok megérték azt az 500-ast, illetve 8 irányú joystick. Ebből valószínűleg lesz egy Arcade játékgép, előbb-utóbb, persze, mint ahogy szoktátok. És vettem még egy laptopot is, erről is lesz majd egy videó, ez egy 386-os laptop, ami működik, csak valami gond van a Winchesterével, vagy az rossz, vagy valami más baja van, nem tudom, még nem néztem meg. Illetve itt vannak a legutolsó printek. Szépen most nekiállok ABS-szel nyomtatni, ugyanis elfogyott a PLA. Teljesen elfogyottam egy kiló anyagot. És reméljük, minél hamarabb fölmelegszik ez a nyomtató. Hát egy új tápegységre mindenképpen szüksége lesz, mert ez ami rajta van, ez harmadgyenge. Nagyon lassú és nagyon gyengén melegít. Rengeteg fejlesztést igényel még ez a gép, meg most a csapágya is kezdenek zúgni, főleg ez az, ami kezd nyikorogni és morogni. Ezt majd cserélni kell. Illetve, mint mondtam, lesz itt következő 3D nyomtatós cucc. Itt vannak az anyagok hozzá. Megérkezett már hozzá az összes elektronika. Minden. Az új, erősebb, nagyobb, szuperabb csapágyak. Egy új
Extruder, ilyet szerintem rendelni fogok a mostanira is, ezt is át fogom alakítani, mert ez sokkal-sokkal jobb és sokkal-sokkal könnyebb, sokkal pontosabban lehet dolgozni vele, itt vannak motor meghajtó modulok, meg hőérzékelők, itt van a létető motorvezérlő a 3D szkennerhez, itt van egy lézer a 3D szkennerhez, ez azt hiszem ez lesz a hőmérséklet vezérlő, hogyha az extruderem is készen lesz egyszer majd. Tehát ez lesz az újrahasznosító eszköznek a hőmérséklet érzékelő, hőmérséklet szabályzója, itt szabályzója, hőmérséklet szabályzó. Itt van még egy sor LED, és a HD webkamera, ami a 3D mutató része lesz. Van még itt némi nevű RAM, ezek 1 gigás DDR RAM-ok, amelyek abba a gépbe lesznek ott, a projektgépbe. És hát tulajdonképpen ennyi, jelenleg elég sok minden folyik itt, és még rengeteg szétszednivalom van, és érdekességem a számotokra, de egyelőre most ezt fejlesztem, ezen dolgozok gőzerővel, sok minden másra nem jut idő. Viszont erről a nyomtól még lesz egy videó a héten szerintem, egy mindenképpen egy kicsit részletesebb videó, hogy mik a tapasztalataim, érdemes-e megvenni, nem érdemes-e megvenni, hogyha érdemes, akkor miket kell javítani rajta. Tehát elég sok problémája van, viszont akinek ez nem okoz túl nagy fejfájást, akkor az mind nekem is az rendben van. Viszont hogyha nem szeretsz babrálni, vagy nem szereted az, hogyha a tárgyaid megszivatnak, akkor ez nem a te nyomtatód. Úgyhogy egyelőre ennyi az, ami itt most folyik, és hát most várom, hogy fölmelegedjen ez a nyomtató, de egyelőre elég lassan teszi ezt, és nem is akar 81 fok fölé menni a lapja, ami nem jó, de hát reméljük, hogy azért majd belehúz egy picikét. Iratkozzál fel a csatornára, hogyha érdekel ez a sok minden, ami itt éppen folyik körülöttem mindenfelé, és lájkoljál Facebookon, és ha mindezt megtetted, akkor nagyon szuper, és köszönöm szépen, és addig is a következő videóig. Sziasztok!